A gyerekek helyett most szülők várakoznak az iskola igazgatói irodája előtt. De nem azért, mert rossz volt a magaviseletük. Gyermekeiket jöttek beíratni. Idén központilag 2 nap áll a szülők rendelkezésére, hogy tanköteles gyerekek számára iskolát válasszanak. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola iránt nagy volt az érdeklődés. Sok rendezvény, színes programok, felszerelt iskola. Sokan azt mondják, a tanítók személye a mérvadó a döntés meghozatalakor, de akadt olyan szülő is, aki a szakmai szempontok mellett érzelmileg is az intézményhez kötődik. Onnan indultam ki, hogy én is ide jártam, még annó a Petőfi Általános Iskolába, és nagyon szerettem ide járni, és utána is érdeklődtem ugye minden iskolába, de úgy döntöttem, hogy én a gyerekeimet is ide íratom. A Rákóczi iskola korábban több nyílt napot is tartott, hogy minden érdeklődő megismerhesse az itt zajló oktató-nevelő munkát. Szegedi István igazgató azt mondja, januártól ugyan állami fenntartásba kerültek, de azt, hogy kiemelkedő színvonalon tudnak oktatni, az önkormányzatnak köszönhetik. Mióta az önkormányzati pályázatból felújították az iskolánkat, akkor én azt gondolom, hogy egy megnyugtató 21. századnak megfelelő környezetbe tudjuk várni a gyerekeket, amihez mi folyamatos megújulással, innovatív szakmai fejlődéssel próbáljuk tartani és továbbvinni azt a belső szakmai munkát, hogy a szülőknek mindig a legújabb, a legkorszerűbb és a saját gyerekeikre szabott módszereket alkalmazva tudjuk nyújtani. Az általános iskolai beiratkozás idén 2 napig tart. A végső határidő kedden 18 órakor ér majd véget.